Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 7 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a szerkesztőm Tóró Nikulát nevében is köszöntöm Önöket. Július 5-e kedd van, az emeséket és a saroltákat ünnepeljük ma, ne felejtsék el felköszönteni őket, biztosan jól esik majd nekik, és ne feledkezzenek meg természetesen azokról sem, akik ma a születésnapjukat ünneplik. Elmondom röviden, hogy mi várható az első órában. Rögtön az elején szót ejtünk arról, hogy az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerének bevezetését javasolja a Fidesz a Magyarország gyűlésben is. Az új szabályozás értelmében a jövőben már nem kellene beszámolniuk a képviselőknek a közeli hozzátartozóik vagyonáról, de a tulajdonukban lévő ingatlanokról sem kell vallaniuk. Jávor Benedekkel, a Párbeszéd korábbi EP képviselőjével beszéljük ki majd a témát néhány pillanaton belül. Aztán beszélünk arról is, hogy az összeomlás fenyegeti az ivóvízhálózatunkat az LMP képviselője szerint. Keresztes László Lóránt úgy véli, a kormány éve óta nem biztosítja a rendszer karbantartásához szükséges forrásokat. A részleteket ő mondja el majd nekünk. Téma lesz az az új jogállamiságról szóló EU-s jelentés is, amely lesújtó képet fest hazánkról. A megállapításokat Kiszeli Zoltánnal, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatójával értékeljük majd. Szót ejtünk arról is, hogy több polgármester azzal állt ki a nyilvánosság elé, hogy szerintük a kormány milliárdokat vesz el a budapesti kerületektől azzal, hogy kizárja az önkormányzatokat a rezsicsökkentésből. A témában Szaniszló Sándort, a 18. kerület polgármesterét szólítjuk majd. Az óra végén pedig Molnár Zsolttal, az MSZP pártigazgatójával értékeljük az Alkotmánybíróság legújabb döntését, amely megtiltja, hogy a Balaton partjának 30 méteres sávjában építkezni lehessen. Érdemes lesz tehát minket hallgatni ma reggel is. Ne menjenek most már sehova. Pillanatokon belül kezdünk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Jávor Benedek Facebook oldalán amellett érvel, hogy tévedés az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerének bevezetése a Magyarország gyűlésben. Az új rendelet szerint a jövedelem pontos összegéről nem kellene nyilatkozni, hanem jövedelmi sávokból kell majd választani. Az eddig bevetett gyakorlathoz képest a jövőben nem kell beszámolni például a közeli hozzátartozó vagyonáról, a tulajdonban lévő ingatlanokról, a pénzügyi megtakarításokról, a hitelekről. A vonalban Jávor Benedek, Budapest-brüsszeli képviselője, a Párbeszéd volt EP képviselője. Jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ugye Kocsis Máténak az az érve amellett, hogy hát nagyon sok kritikát kaptak Brüsszelből az átláthatósággal és más ilyen jogállamisági ügyekkel kapcsolatban is, és hát ezekre reagálva például most az Európai Parlamenti Képviselők vagyonnyilatkozatának gyakorlatát ültetik át a magyar jogrendszerbe. Ön azonban ezt sérelmezi, vagy hát problematikusnak tartja. Miért gondolja azt, hogy ez nincs rendben? Itt ez nyilvánvalóan szemfényvesztés, hogy az európai intézmények által a magyar korrupciós helyzetet illető kritikákra az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerének a bevezetésre reagálnak, hiszen a magyar vagyonnyilatkozati rendszert nem kritizálta az Európai Unió. A magyar korrupciós helyzettel kapcsolatban az uniós pénzek felhasználásával, a közbeszerzési rendszer hiányosságaival, a korrupció rendszer szintű üldözésének a hiányosságaival kapcsolatban vannak kritikák, tehát soha fel sem merült, hogy itt a vagyonnyilatkozati rendszer lenne a fő probléma, vagy ezen kéne változtatni. Ergo ennek a megváltoztatása semmilyen formában nem reagál, nem válaszol az unió részéről megfogalmazott kritikákra. De ilyen szempontból mi a különbség egy Budapesten szolgálatot teljesítő országgyűlési képviselő és egy Brüsszelben vagy Strasbourgban ülésező európai parlamenti képviselő között? A helyzet egyébként jelentősen különbözik az Európai Parlamentben és a Magyar Parlamentben, hogy milyen típusú veszélyeket kell kivédeni. Az Európai Parlamentben a képviselőkkel kapcsolatban a legfőbb kockázat
az nem az, hogy Európai Uniós pénzeket fognak tömegesen ellopni, és ezek aztán mondjuk kacsámon forgó palotákba, ilyen rugalmasan növekvő pasaparki világba forgatódnak bele, hanem az, hogy az európai jogalkotás során a képviselők, hogyha nincsen megfelelően szűrve a különböző üzleti kapcsolataiknak a rendszere, akkor nagyvállalati üzleti érdekek megjelenítését hajthatják végre. Tehát az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszere elsősorban azt célozza, hogy feltárja, megmutassa és lehetőség szerint kiszűrje és tiltsa azokat a kapcsolatokat, amelyeket az európai parlamenti képviselők különböző nagyvállalati lobbikkal tartanak fenn, hogy ezáltal lehetővé váljon, hogy a nyilvánosság lássa, hogy egy képviselő adott esetben olyan fizetett kapcsolatban áll egy nagy céggel, amely felveti annak a veszélyét, hogy nem a választók, hanem egy cégnek az érdekét képviseli az Európai Parlamentben. A Magyar Parlamentben, a magyar képviselők esetében teljesen másképp néz ki a helyzet. Igazából a kétharmados Fidesz többség mellett ilyen klasszikus parlamenti vállalati lobby nincs is, hiszen a parlamenti képviselők, mondjuk a kormánypárti képviselők nincsenek is abban a helyzetben, hogy saját érdekeket vagy önálló véleményt fogalmazzanak meg. Ott nem az az igazi veszély, hogy bizonyos cégek egyedi képviselőkön keresztül az érdekeiket érvényesítik, hanem az, hogy a képviselők valóban konkrétan a közpénzekhez hozzáférve a közpénzeket magánvagyonokká alakítják át. Tehát a Magyar Parlament és az Európai Parlament esetében egyszerűen más a kockázat, tehát a rendszernek, a vagyonnyilatkozati rendszernek, az átláthatósági rendszernek más típusú veszélyeket kell elhárítania. Ezért gondolom azt, hogy eleve tévedés azt gondolni, hogy az Európai Parlament vagyonnyilatkozati és átláthatósági rendszere az egyszerűen alkalmazható lenne Magyarországon, és ez hatékonyan képes lenne szembe szállni, vagy kiszűrni, vagy megakadályozni azokat a korrupciós kockázatokat, amelyek a magyar parlamenti képviselők esetében fennállnak. Tehát ez az első alapvető különbség az EP és a magyar parlament között. Ön korábban európai parlamenti képviselő is volt. Emlékszik esetleg olyan vitákra, amely arról szóltak, hogy azért ezt a rendszert is valahogy át kellene alakítani, hogy nem kellőképpen transzparens, vagy tulajdonképpen az a fajta metódusa, hogy az európai parlamentnek, vagy európai parlamenti képviselőknek el kell számolniuk az anyagi helyzetükkel, az tulajdonképpen semmilyen kritikát nem ért. Nem, ez a második nagy probléma, hogy egyébként az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszere nem jó. Tehát miközben hangsúlyozom, hogy egyszerűen más típusú veszélyeket kell, hogy megakadályozzon, ezért hiba, tévedés, illetve azon, hogy nem tévedés, valójában egy szándékos akcióval a Fidesz részéről, hogy eltüntesse a magyar képviselők vagyonnyilatkozataiból azokat az elemeket, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy mondjuk a Fidesz hogyan nyúlja le az Európai Uniós forrásokat, illetve a közpénzeket. Ekközben azért azt is látni kell, hogy az európai parlamenti rendszer sem jó, és az sem igazán hatékony. Ezt én európai parlamenti képviselőként éveken keresztül kritizáltam, számos javaslatot is megfogalmaztam, módosító indítványokat tettem, hogy hogyan kéne javítani az európai vagyonnyilatkozati és átláthatósági rendszert, hogy az EP-ben felmerülő valós kockázatokat tényleg a jelenlegén sokkal hatékonyabban tudja szűrni. Például az általános költségtérítési általány felhasználásának a szabályait kéne szigorítani, a lobbistákkal való találkozók nyilvánosságát kéne szigorítani, a képviselőség melletti különböző állások, másodállások, fizetett viszonyoknak a nyilvánosságát is erősíteni kéne. Tehát van volna mit javítani az EP
rendszerén. Igazából annyi minden van, amit Magyarországon át kéne venni az európai intézményeknek, akár csak az átláthatóság és korrupció ellenes gyakorlatából. Pont az EP vagyonnyilatkozó rendszere az, ami nem jó példa, azt nem kéne átvenni. Ehhez képest a Fidesz valahogy azokat a szabályokat, amik valóban erősítenék az átláthatóságot és a korrupcióellenes fellépést, ezeket a szabályokat nem veszi át. Az EP vagyonnyilatkozó rendszerét, ami más típusú problémák orvoslására és kiszűrésére szolgál, mint a magyar parlamentben jelentkező veszélyek, és ami egyébként egy nem jó rendszer, ezt pedig átveszi. Ennek a célja nyilvánvalóan nem az átláthatóság és az ellenőrizhetőség javítása, hanem egész egyszerűen a különböző ingatlanok, a családi kapcsolatokban elrejtett vagyonoknak az elrejtése a nagy nyilvánosság a választók szeme elől. Én csak a újságírói tapasztalataimról tudok beszámolni, tudom, hogy mindig ez ilyen nehéz feladat volt, mert éjszakában nyúlóan kellett dolgozni a politikusok vagyonnyilatkozataival, amikor megérkeztek ugye ezek a parlament honlapjáról, de az olvasókat mindig érdekelte, és hát azt látom nagyjából, hogy a változások pont azokat az érdemi információkat fogják érinteni, amelyet mindig az újságírók is kerestek, hogy az embernek hol van ingatlanja, hogy vannak-e megtakarításai, vannak-e hitelei, stb. Tehát jól ki van találva ez a rendszer, az biztos. Jávor Benedeknek, Budapest brüsszeli képviselőjének, a Párbeszéd volt európai parlamenti képviselőjének. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Napok óta kisebb-nagyobb vízhiánnyal küzd több település a budapesti agglomerációban, és az ország különböző részein is vízkorlátozásokat vezettek be. Keresztes László Lóránt közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon a megtermelt ivóvíz 22%-a a rossz csőhálózat miatt felhasználás nélkül elfolyik. Mint fogalmazott, a kormány évek óta nem biztosítja a rendszer karbantartásához szükséges forrásokat. A helyzetről Keresztes László Lórántot, a Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát ugye az elmúlt napokban gyakran lehetett híreket hallani azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon több településen, főleg budapesti agglomerációban vízhiány keletkezett, és hát mint hogyha két különböző világlátás lenne, vagy két valóság létezne, mert Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője, ugye Solymár volt az egyik ilyen érintett település, hát ő elment oda, megnézte a problémát, megoldotta a problémát, úgymond néhány nap után helyreállt valamennyire a szolgáltatás, egészen mást állít, mert az önállítása az, hogy a rezsicsökkentéshez van köze, míg Menczer Tamás szerint a háborúhoz. Kinek van igaza? Elképesztő volt az államtitkár úrnak, képviselőnek a nyilatkozata, ugyanis egy valóság van Magyarországon, és ez a valóság ez azt mutatja, hogy középtávon Magyarországon veszélyben van az ivóvízellátás. És ugye itt az elmúlt napokban nem csak Solymára, nem csak az agglomerációban voltak ilyen súlyos problémák, hanem országszerte nagyon sok helyen, Túrkevén is hallhattuk, hogy ott szintén hasonló a hosszú ideig nem volt víz. Ez egyszerűen azért van, mert a rendkívül meleg időjárásban nagyobb lett a vízigény, nyilván több vizet fogyasztanak az emberek, és ez megmutatta a rendszernek a gyengeségét. És ugye a rendszerről azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag az összeomlás szélére került, és egyszerűen azért, mert a kormány most már bő egy évtizede nem biztosítja azokat az alapvető forrásokat, ami a pótlási, karbantartási, javítási munkákhoz szükségesek. Tehát amikor Menczer Tamás azt nyilatkozta egy ilyen online sajtótájékoztatón, hogy a források mindig rendelkezésre állnak, és most is rendelkezésre állnak, akkor egy hatalmasat hazudott, mert a források egy évtizede nincsenek meg, a kormány nem biztosítja ezeket, az ágazatot még egy külön közműadóval is sújtja, és ezért gyakorlatilag a rendszer már ott tart, hogy a vízrendszereknek az aránya, tehát 80%-a már kockázatosnak minősül Magyarországon. De az, hogy most ez ennyire
számunkra is nyilvánvalóvá vált, az amiatt van, hogy ugye az agglomerációban elég sokan kiköltöztek, ugye itt újságcikkekben 3-4 ezer embert is említenek, hogy körülbelül ennyien költöztek ki az agglomerációba különböző településekre, megnövekedett a vízigény, lett az embereknek jobb, kicsit jobban megy, építettek medencét, különböző öntözőrendszereket, tehát hogy sokkal több vizet is használnak, és ezért jönnek ki most ezek a problémák. Igen, ez teljesen logikus. Nyilván ott, ahol nagy mértékben és gyorsan növekedett a lakosság, illetve akkor, amikor a meleg miatt megnövekszik hirtelen a vízfogyasztás, ott jelentkeznek a legnagyobb mértékben a rendszer állapotából eredő problémák. De azt mindenképpen muszáj elmondani, hogy ez a rendszer így országosan borzalmas állapotban van. Ugye amit én kiírtam a közösségi oldalamra, hogy 22%-a a megtermelt ivóvíznek egyszerűen elszivárog, elfolyik a rossz csövek miatt. Ugye ezt hívják hálózati veszteségnek a szakmában. És ugye ez azt jelenti, hogy minden rendszerben, minden vízrendszerben van hálózati veszteség, és vannak olyan helyek, ahol akár 30-40%. Tehát hogy annyira rosszak a csövek, hogy egyszerűen elszivárog a víz. Tehát, hogy ennyi vizet kivesznek, ennyi vizet úgymond megtermelnek, de ez nem jelenik meg a vízórákon, tehát nem kerül felhasználásra. És ez a szám az évről évre növekszik. Ezt már említettem, hogy rendkívül magas, tehát 80% feletti rossz vezetékek aránya, és 2012 óta Magyarországon megduplázódott a meghibásodások száma teljes vízrendszerben is. Már olyan helyzetbe jutottunk, hogy kb. 3000 milliárd forint többletforrást kellene a kormánynak biztosítani középtávon, tehát 15 éves távlatban. Ugye vannak ezek a gördülő fejlesztési tervek, amik ezeket megtervezni hivatottak, és úgy le lehet osztani, hogy éves szinten több 100 milliárdot kellene karbantartásra költségvetésbe betervezni, és a 2022-es, a 21-es és a 23-as költségvetésbe, és ennek körülbelül 1%-a szerepel. Tehát a kormány jelenleg sem hozott olyan döntést, vagy most sem készül olyan döntést hozni, hogy megadná a forrásait a vízi közművezeték karbantartásának. Pont ezt akartam mondani, hogy én már ismert a 2023-as költségvetési tervezet, és hát abban nem igazán látszik az, hogy erre bármilyen fajta többletforrás lenne fordítva, és hát az újságcikkek arról is tesznek említést, hogy itt tulajdonképpen azért évtizedes adósságok vannak. Mi következhet ebből? Tehát, hogyha mondjuk ezt rövid távon, egy-két éven belül nem sikerül orvosolni, nem sikerül pénzt szerezni ehhez, nem csoportosítanak át forrásokat, és nem állnak neki ennek a munkának, akkor mi következik? Tehát először csak mondjuk barna víz fog folyni a csapokból, vagy egyáltalán örüljünk annak, hogyha bármi még jön a csapból, mert lesz olyan, ahol egyszerűen nem jut el a víz? Amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy látjuk a számokat, és viszonylag pontos képpel rendelkezünk az infrastruktúra állapotáról, akkor nagyon pontosan meg lehet határozni, mi fog következni. Tehát, hogyha a kormány nem biztosítja a forrásokat, és egyelőre olyan döntések készülnek, hogy nem biztosítják, akkor 15 éven belül jellemzően Magyarországon nem lesz ivóvízellátás. Magyarországon nem lesz vízbázisvétel, nem fog működni a szennyvízelvezetésnek a rendszere. Ugye ezek a csővezetékek, ezek meghatározott időre készülnek, ezek folyamatosan meghibásodnak, ezeket karbantartani kell, pótolni kell, sokszor cserélni kell. Ugye ma már egy egészen elképesztő a forrásigény, ami az elmúlt 10 év elhibázott politikája, és ezeket hozzáteszem, hogy az azt megelőző kormányok elhibázott politikája miatt is alakult ki, és közben már gazdaságilag is a csőd szélére kerültek ezek a cégek, és óriási szakemberhiány is alakult ki. Tehát most így mondhatjuk, hogy exponenciálisan növekszik a forrás igény, hiszen hogy azok a rendszerek is tönkre mennek, ami karbantartásra meg sokáig működhetnének, és már a szakemberek is egyre kisebb számban vannak bent a rendszerben. Úgyhogy most egy azonnali cselekvésre van szükség, ezért keresem én meg Magyarország valamennyi városának a polgármesterét, illetve a legnagyobb önkormányzati szövetségét, hogy egyszerűen préseljék abban az irányba a kormányt, hogy ebbe a költségvetésbe, tehát a következő évi költségvetésbe 100 milliárdos nagyságrendbe tervezzen be forrásokat. Azért is önt idéztük ebben a témában, mert nem most kvázi erre a hullámra felülve kezdett el megszólalni ebben az ügyben, hanem már korábban is tematizálta ezt a kérdést. Mik voltak a visszajelzések fideszes oldalról? Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy nyilván ugye a politikusok mondhatják azt, hogy egy ciklusban gondolkodnak, 15 év múlva már nem ők lesznek hatalmon, kit érdekel, de azért nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Tehát ott ül valaki komoly döntéshozói helyzetbe, és azzal szembesítik, hogy 15 éven belül ebbe az országban nem lesz normális ivóvíz, hogyha így megy tovább, és erre szükség van pénze. Erre mit mondanak a fideszesek?
Hát én egészen a legmagasabb szintekig tettem fel ezt a kérdést, kb. Másfél éve, két éve Orbán Viktor miniszterelnöket egy azonnali kérdés formájában kérdeztem meg, és ő azt mondta, hogy elismerte konkrétan, hogy ez valós, ez a probléma. Ez ritka, hogy Orbán Viktor ilyet csinál, azért ezt jegyezzük meg. Így van, és 2010 után ez volt az első alkalom, hogy Orbán Viktor egy ilyen rendszerű víziközmű rendszerről egyáltalán megszólalt, majd utána később egy riportban is említette ezt. Tehát elismerte azt, hogy 1000 milliárdos az a nagyságrend, ami a tervezhető forrásokon túl hiányzik, és akkor arról beszélt, ugye itt a Covid utáni időszakban voltunk, vagy a Covid rendszerében voltunk, hogy majd az Európai Uniós úgynevezett újjáépítési alapokból igyekeznek ezt az 1000 milliárdot ráfordítani a rendszerre. Tehát azóta látjuk, hogy ugye nincs újjáépítési alap, nincsenek EU-s források, és egyébként bajos is ezeknek a felhasználása sajnos erre a célra. Tehát odáig eljutottunk, hogy a miniszterelnök is elismerte a problémát, a megoldást nem tud kínálni. Képviselő úr, fél percünk maradt, és nagyon szigorúan fognak engem a szerkesztőim a műsoridő tekintetében. Még arról azért emlékezzünk meg, mi most az ön terve, mit szándékozik még tenni ebben az ügyben, mi a következő lépés? Ugye vannak Magyarországon önkormányzati szövetségek, én a három legnagyobbnak a vezetőjét kérem, meg, hogy ők is ezt a problémát súlykolják a kormány irányába, illetve valamennyi magyar város polgármesterét arra kérem, hogy pártállástól függetlenül követelje ki a kormánytól, hogy ez a költségvetési terv, ez csak úgy kerüljön elfogadásra, hogy benne vannak a víziközműrendszer karbantartásra szükséges források. Keresztes László Lórántot, az LMP országgyűlési képviselőjét, a Fenntartató Fejlődés Bizottságának elnökét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Fogunk köszönöm még beszélgetni erről a témáról. Köszönöm a lehetőséget. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Egy friss EU-s jelentés szerint Magyarországon fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata. A francia zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield összeállítása többek között kitér az alkotmányos rendszer működésére, az igazságszolgáltatás függetlenségére, a korrupcióra, a véleménynyilvánítás szabadságára és a kisebbségek, a migránsok és menedékkérők jogaira is. A jelentésről Kiszeli Zoltánnal, a századvég politikai elemzések központjának igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Legutoljára 2018-ban Judit Sargentini készített társaival egy jelentést, amelyet aztán el is fogadtak az Európai Parlamentben, és hát ehhez hasonlóan lesújtó képet festett Magyarországról a jogállamiság tekintetében. Akkor is elég komoly vita alakult ki a kormány és az Európai Parlament között ebben a kérdésben. Ez most ismét olaj a tűzre, vagy mit tette, indokolta azt, hogy egy újabb jelentést kelljen készíteni? Igen, ugye ez már a harmadik ilyen nagyobb jelentés, hiszen Rudi Tavares portugál zöldpárti képviselő talán már 13-ban. Hát az volt az első, igen. Készített egy hasonló jelentést. Igazából, hát igen, mindig van egy, minden európai parlamenti ciklusban felvetődik ez a kérdés, és most ezt a francia képviselőt bízták meg a korábbi jelentésnek a frissítésével, ez most már csak egy 30 oldalas jelentés lett. Igen, hát ugye az Európai Parlament a Sargentini jelentésre alapozva indította el a hetes cikkely szerinti eljárást, bár ugye itt jogállami kifogásokról beszélnek, bár maga az a szavazás is jogállami kifogásokat vetett fel, hiszen a tartózkodásokat is úgy számolták, hogy kijöjjön a kétharmad, amit aztán utána az Unió jogi szolgálata elfogadott, de ez egy ilyen kreatív jogalkalmazás, tehát nem biztos, hogy összeegyeztethető azokkal a jogállami szempontokkal, amiket egyébként számon kérnek. Tehát itt a hetes cikkely szerinti eljárás az, aminek ez egy állomása, amit az Európai Parlament kezdeményezett. Érdemes emlékeztetni arra, hogy Lengyelországgal szemben az Európai Bizottság indította el a hetes cikkely szerinti eljárást, Magyarországgal szemben az Európai Parlament. Az utóbbi az egy gyengébb eljárásnak számít, és most jelenleg azt látjuk, hogy megpróbálják megosztani Lengyelországot és Magyarországot. Ez egy egyszerű taktika, kiszámítható. Most az ukrán konfliktus kapcsán azt látják, hogy Magyarország és Lengyelország más állásponton van, és ezért a lengyeleket most egy kicsit hagyják, nem piszkálják őket annyira, például a cseh elnökség sem akar most a lengyel
hetes cikkei szerinti eljárásban meghallgatást hát tartani. Mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy azért Lengyelország nem csak ezért hagyják békén, hanem azért is, mert elég komoly garanciákat vagy lépéseket tett annak érdekében, hogy az uniós kritikáknak megfeleljen, míg azért Magyarország, amikor valami ilyen fajta kritikát kap, akkor azért a mi részünkről olyan túl sok ígéret nem hangzik el. Hát azért én ezzel erősen vitatkoznék. Az, hogy a lengyelek visszavonták a bíróságok fegyelmi kamarájára vonatkozó törvényt, az még nem jelenti azt, hogy nagy gesztusokat tettek. Nyilván az Unió keresi annak a lehetőségét, hogy megegyezzen, ez Magyarország szempont, Magyarországgal szemben is így van. Lengyeleknél szerintem arra játszanak, hogy felrobbantsák a lengyel kormánykoalíciót, mert az igazságügyminiszter, akinek a legtöbb döntésével szemben Brüsszel kritikát megfogalmaz, azt remélik, hogy egy idő után elhagyja a koalíciót, és ezáltal megszűnne az ottani kormánytöbbség. Tehát vannak ilyen politikai számítások is szerintem bőven a mögött, hogy Lengyelországot most kevéssé piszkálják azon túl, hogy minket megosztanak. De hát igazából, és ami a legfontosabb talán ezekkel a jelentésekkel kapcsolatban, ami Magyarországgal és Lengyelországgal szemben a fő vita, hogy a jogállamiságot szűken vagy tágan értelmezzék. 2020 nyarán az állam és kormányfők egy olyan alkut kötöttek, Orbán Viktor is, a lengyelek is, a németek is, Ursula von der Leyen is, hogy az uniós pénzek felhasználásánál alkalmazzák a jogállamisági kritériumokat, és hogy az ügyészség, a rendőrség az uniós pénzek felhasználásának család módját üldözi. Tehát, hogy ezt vizsgálják, hogy ez megtörténik-e. Ugye itt Magyarország is azt mondta, hogy rendben van, lengyelek is azt mondták, hogy rendben van. Na ezzel szemben Brüsszel, a bizottság és hát az Európai Parlament arra törekszik, főként az Európai Parlament, hogy a jogállamiságnak egy szélesebb értelmezését vegyék alapul, és amire ez a jelentés is épül, hogy a média helyzetét, a civil társadalom helyzetét, a migránsok helyzetét is belevegyék, de nem erről szólt a politikai alkú, amit egyébként idén februárban az Unió bírósága is jóvá hagyott. Tehát Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a jogállamisági szempontokat ezen szűk értelmezésben alkalmazzák, és ne a tágban. Ugye itt még jön majd egy uniós demokrácia monitoring jelentés is, amit nagyjából 3 éve minden évben minden tagországra kiadnak, és ez is igazából a tágabb értelmezés szolgálja. Ugye Magyarország azt mondja, hogy rendben van, ugye jöhet ez a jelentés, de ez nem kötelező jellegű, még az Európai Parlament azt szeretné, hogy ez egy kötelező érvényű, kiterjesztő értelmezése legyen a jogállamiságnak, és igazából ez a mostani jelentés is ebbe az irányba mutat, tehát ők ezt szeretnék elérni, ennek egy politikai, egyébként nem kötelező jellegű állomásánál tartunk most. Abban szerintem alapvetően nem fogunk egyet érteni, hogy akkor ezek a megállapítások mennyire jogosak, vagy mennyire találtak be, de az a része az nagyon érdekes, hogy ugye már a 2018-as vagy a 13-as Táveres jelentésből, vagy a Sargentini jelentésből is azt a konzekvenciát azért le lehet fogni, hogy utólag is megigazul mindig Orbán Viktor, hogy tényleg tulajdonképpen az Európai Unió hát megfogalmazza ezeket a kritikáit, de hát nem tudják semmire rászorítani a magyar kormányt ilyen szempontból, hiszen ez a 18-ban indított kötelezettségszegési vagy hetesztikes eljárás is gyakorlatilag egy helyben topog. Igen, nyilván a többi országnak sem érdeke, hogy azért kenyértörésre vigyék a dolgot, mert rengeteg országot lehetne egyébként pellengére állítani, tehát nem csak keleti országokat, nyugati országokat is bőven, és Magyarország mindig meg tudja mutatni, például a média törvénynél is ez volt, hogy az internetes portálok szabályozását Svédországtól vette át Magyarország, és akkor mindig azt mondjuk, hogy akkor vagy ültessék ide a svédeket mellénk, vagy az éppen a németeket, angolokat melyik kérdésben, melyik szakaszban ugye kit lehetett odaültetni, vagy hagyjanak minket is békén, és akkor hagyjanak minket is békén van a végén. Jó, hát azért az elég egyedülálló szerintem az Európai Unióban, hogy egyik nap fel kell több száz darab média tulajdonos, és bepakolja egy alapítványba a média termékeit. Tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy van ebben valami nagyon magyaros dolog. Hát ha megnézi Nyugat-Európát, ott azért ez lassabban zajlott le, de mondjuk a Springer csoporthoz, vagy a Maxwell csoporthoz ugyanúgy több száz médium tartozik, és csak mondjuk nem ilyen gyorsan alakultak ki, ott nem volt kommunizmus, nem volt 40 év szovjet megszállás, ugye ott ez lassan alakult ki, de ugyanúgy nagyon kevés média, konglomerátum, média holding alakult ki, amelyek meghatározóak, nyilván vannak ott is kisebb-nagyobb médiumok, de azért ott is ugyanez van, hogy érdemben azért több száz médiumot egyesítő holdingok vannak. Tehát lehet erről beszélni, csak azt kell mondani, hogy amit nálunk kifogásolnak, akkor azt nyugaton is kifogásolják. És itt akad el az eljárás, általában itt szokott az lenni, hogy azt mondják, hogy jó, akkor keresünk kompromisszumot.
Igazából azt látjuk, hogy most már lassan az idő Magyarországnak dolgozik, Brüsszel szeretné a következő hiteleket felvenni, és igazából itt úgy érzem, hogy az idő Magyarországnak dolgozik, hiszen most a Next Generation, a Covid utáni újjáépítési alapnál már csak Magyarországgal nem egyeztek meg, de szeretnének újabb hiteleket felvenni, és hogyha igazából erről szólnak ezek a viták, hogy a magyar álláspont arról szól, hogy a 2020-as politikai kompromisszumhoz kell tartania magát mindenkinek, Ursula von der Leyen-től kezdve a bizottságon át mindenkinek, aki abban részt vett, mert ugye, mint mondtam, ezt fogadta el az Európai Unió bírósága is, hogy csakis az uniós pénzek felhasználását lehet jogállamisági szempontok szerint ellenőrizni. És ez az a jelentés, amit most az Európai Parlament elfogadott, vagy a bizottságnak a nem sokára kihozott éves demokrácia monitor jelentése is a kiterjesztő értelmezésre épül, ugye erről beszéltünk már korábban. Tehát itt érdemes a fővitát keresni. Magyarország azt mondja, hogy nekünk van időnk, nem vagyunk ráutalva a brüsszeli pénzre, a piacról is tudunk hitelt fölvenni. Tavaly is fölvett Magyarország 7 milliárd eurót, most 3 milliárdot, pont azért, hogy a közösen elfogadott klímavédelmi célok megvalósítását a politikai okokból visszatartott brüsszeli pénzek nélkül is elkezdhesse Magyarország, sokkal szabadabban, és a bizottságnak ez már azért ezért kezdenek aggódni, mert a déli országok, az energiabojkott miatt a német gazdaság is most megdőlt, és ez azt jelenti, hogy ha németek sem tudják az eurót finanszírozni, akkor az euró összeomlik, a déli országoknak az adóssága nagyon nehezen finanszírozható, franciák, olaszok, spanyolok, görögök, portugálok nyakig ülnek az államadósságban, és a németek nélkül nem tudják finanszírozni, és ezért kéne újabb uniós hitelcsomagot felvenni, és Magyarország ugyanúgy emlékezteti a politikusokat arra, hogy a jogállamiságnak a szűk értelmezése az, ami mentén Magyarország együtt tud működni ezekkel az országokkal. Az Zoltán, figyelemmel fogjuk követni ezeket a politikai vitákat még, meg a következő jelentéseket, de sajnos most lejárt a műsoridő. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Az elmúlt percekben Kiszeli Zoltánt, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatóját hallották. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A DK szerint a kormány milliárdokat akar elvenni a DK-s budapesti kerületektől. Öt kerület polgármestere közös sajtótájékoztatót tartott, ahol egyebek mellett arról beszéltek, hogy nem maradt pénz a kerületi szociális juttatásokra, ha az önkormányzatokat és az általuk fenntartott közfeladatokat ellátó intézményeket kiveszik a rezsicsökkentés kedvezményezettjei közül. Szaniszló Sándort, Pest-Szentlőrinc, Pest-Szent Imre polgármesterét kérdezzük. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a vonalban. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A bejátszóval ellentétben egy kicsit még ugorjunk vissza egy korábbi hírre. Ugye lehetett hallani arról, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár említést tett arról, hogy államosítanák bizonyos szakrendelőket. Ez ugye a 18. kerületet is érintheti, hogyha ezt meg fogják lépni. Hogyan kommentálja ezt a dolgot? Sőt, a 18. kerületet, ha lehet így mondani, halmozottan érinteni. Igen, mert hogy ott az elmúlt időszakban sokszor lehetett hallani arról, hogy az önkormányzat jelentős fejlesztéseket valósított meg. Ez így igaz, és nálunk két szakrendelő is van. Szerintem nincs még olyan kerület, ahol ugye két szakrendelőt is épített az önkormányzat, éppen azért, mert nálunk az egészségügy valóban az zászlós hajó a önkormányzati szolgáltatások területén. Ugye azt kell tudni, hogy úgy így utólag nézve mi akár még büszkék is lehetnénk arra, hogy a Covid-járvány ideje alatt a 18. kerületben nagyon-nagyon sokat tettek a szakrendelő és a ott dolgozó egészségügyi dolgozók azért, hogy csillapítsuk a koronavírus járványnak a kerületi hatásait. Nálunk rendszeresen voltak szűrőprogramok, kiemelt ótópontként működött a kerületi szakrendelő, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy közben még a normális egészségügyi szolgáltatások is fennmaradhassanak. Hát ez kerül most veszélybe. Tudni kell egyébként, hogy a 18. kerület 260 millió forinttal támogatja minden évben a helyi gyógyítási feladatokat. Ez azt jelenti, hogy ha például nem lenne a kerületnek ez a külön forrása, akkor már november közepén elfogynának a helyi gyógyításra szánható keretek. És akkor átkötve a mostani aktuális témánkhoz, ön szerint a között, hogy az állam azon gondolkodik, hogy az önkormányzattól átvenne bizonyos ilyen feladatokat, az összefüggésben lehet azzal, hogy úgy döntöttek, hogy
lejárt az az időszak, ameddig az önkormányzatok benne maradhatnak a rezsicsökkentésben. Ugye itt az egyik oldalon azt mondják, hogy hát igen, a megnövekedett energiáért több pénzt kell fizetniük az önkormányzatoknak, de cserébe bizonyos feladatokat vagy intézményeket átvállal az állam. Ez szép lenne, csak az a baj, hogy nincs semmilyen köze a valósághoz. Csak vegyünk egy már megtörtént, ugye közelmúltbeli példát. Amikor elvették az iskolákat az önkormányzattól, akkor bizony kivetettek ránk egy szolidaritási adót is, amely a 18. kerület esetében azt jelentette, hogy körülbelül 1 milliárd forintot, 980-valány millió forintot vettek el az önkormányzattól azért, mert azt mondták, hogy ebből tartja fent az állam a 18. kerületi oktatási intézményeket. Most pontosan látjuk, hogy a felét se költi rá annak, amit ugye elvontak. Ráadásul ezt az összeget most még a szolidaritási adó megemelésének a címén 2023-tól majdnem meg is fogják duplázni. Ugye pontosan látjuk, hogyha elveszik a szakrendelőinket, akkor el fogják vinni azt a forrást is, amire ők azt gondolják, hogy szükség van, és még elvonható a kerületektől. Csak az lesz a baj, hogy ez lesz a végső csapás az egészségügyre, mert akkor semmilyen ráhatásunk, semmilyen kontrollunk nem lesz arra, hogy hogyan végzik a kerületieknek a gyógyítását. Ugye azt tudni kell, hogy már a nagyvárosok is szenvednek attól, hogy nincs például eléggé szakorvos. Nálunk van olyan szakrendelési, ugye kezelési mód, amire valaki bejelentkezik, 188 napot kell várni úgy, hogy az utóbbi három évben, szűk három évben, mióta hivatalban vagyunk, legalább 7-8 szakorvost szereztünk másoktól, nyilvánvalóan ki kell mondani ezt, és a kevésbé jó helyzetben lévő városoktól azok, akik meg tudják tenni, bizony elszipkázzák a háziorvosokat, és elszipkázzák a szakápolókat is, akiket lehet. Tehát beindult egy rendkívül brutális verseny már a jó szituált városok között is, hogy biztosítsák a saját körzeteiben a normális gyógyítást a szakrendelőkben. Most erre már semmilyen ráhatásunk nem lesz, hogyha ezt központosítják. Van arra vonatkozó kalkulációjuk, hogy az önkormányzatot hogyan érinti az, hogy tulajdonképpen a megnövekedett árat kell majd fizetni az energiáért? Hogy ez mit jelent a 18. kerületben nézve? Nálunk ez plusz 730 millió forint kiadás növekedést fog jelenteni. A fővárosban ez legalább 8-10 milliárd forintot jelent, és ha a kerületi számokat még ehhez hozzáteszük a fővárosi önkormányzatok kívüli kiadás növekedéshez, egészen biztos, hogy olyan 10-12 milliárd forint újabb kiadásról beszélünk. Tehát irreálisan meg fogják növelni a közszolgáltatásoknak a kiadásait úgy, hogy nincs fedezete. Tehát mi nem vethetünk ki újabb adókat, nem tudjuk a mozgásterünket növelni. Ez azt fogja jelenteni például a mi 18. kerületi önkormányzatunk esetében, hogy a rossz állapotban lévő utak továbbra is rosszabb lesznek, romlani fog a járdák minősége, és nálunk nagyon sok közpark van, hiszen mi egy zöld kerület vagyunk, hát sajnos ezeknek a fenntartására is kevesebb fog jutni. Hát kérdéses lesz majd, hogy a választópolgárok ugye ebből milyen konzekvenciákat vonnak le, tehát önökre fognak-e inkább haragudni, hogy önhibájukon kívül nem tudják felújítani az utakat, vagy a kormányra, úgyhogy ez is ügyesen ki van találva ilyen szempontból. De rájátszanak, bocsánat, sor meg szerkesztő, erre szándékosan játszanak rá, tehát szorítják az ellenzéki szitőt. Hát igen, erre akartam utalni. Igen. És az a végső cél, hogy bemutassák azt, miközben a Fidesz pártiakat meg folyamatosan kompenzálják. Arról szól ez az egész, hogy 2023 év vége fele tételesen be lehessen mutatni, hogy az ellenzéki vezetésű kerületek nem fejlődnek, rosszak az utak, rosszak a járdák, esetleg nincsenek virágok, vagy nincsenek muskátik a közterületen, és nézzük meg a gyönyörű, mondjuk Csepelt, vagy 5. kerületet, hogy lám-lám, itt minden rendben van, csak annyi történt, hogy kormánypárti a polgármester, itt meg egy hozzá nem értő baloldali vagy liberális. Igen. Szaniszló Sándor, a 18. kerület polgármesterét hallottuk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Figyelemmel fogjuk követni még a ezzel kapcsolatos vitákat. Köszönöm, mi küzdünk, nem adjuk fel. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az Alkotmánybíróság friss döntésének értelmében a Balaton partjának 30 méteres sávjában nem lehet építkezni. A jogszerűen épített épület a Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül felújítható.
az MSZP 52 ellenzéki képviselő támogatásával kért utólagos normakontrollt tavaly a testülettől a természetes vizek védelmében. A részletekről Molnár Zsoltot, az MSZP pártigazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is! Ugye korábban egy csomószor elhangzott ellenzéki oldalról az a kritika, hogy hát persze lehet beadvánnyal élni az alkotmánybírósághoz, meg lehet minden ilyen kört futni, de hát semmi értelme nincs, ez fideszes káderekkel feltöltött testület, úgyse ítélnek nekünk, és akkor lám, lehet mondani, hogy akkor itt van egy olyan ügy, amiben mégiscsak az ellenzéknek, vagy hát főleg a szocialista pártnak, hiszen önöket kezdeményezték a dolgot, de hát több képviselő is kellett hozzá, hogy beadvány tudjanak élni, mégiscsak önöknek adtak igazat. Nagyon meglepődtem, hiszen magam kezdeményezője voltam. Természetesen köszönettel tartozom mindenkinek, aki támogatta, képviselőtársaimnak is, több párt részéről, és civil szervezeteknek, szakértőknek, jogászoknak. Valóban egy évtizede nem volt olyan, hogy képviselőindítványra az Alkotmánybíróság igazat adjon. Nem találgatnám, hogy ennek van-e politikai oka. Én kitartanék amellett, hogy szakmailag indokolt volt a javaslatunk, és természetesen ismerve az elmúlt bő egy évtizedes működését részben az Alkotmánybíróságnak, részben az egész politikai szervezetrendszernek, illúzióink nincsenek, és most se gondoljuk, hogy mától megváltozott minden, és itt minden, amiben igaza lesz az ellenzéknek, annak akkor az ki is fog derülni. De kötelességünk, ahogy Szaniszló Sándor az előbb azt mondta utolsó mondatával, hogy küzdenek és nem adjuk föl, itt sem lehet megtenni, mert itt nem csak az ellenzéki politikusokról, vagy az MSZP-ről van szó, hanem, és még csak nem is azokról az emberekről, akik a Balatonparton szeretnek normálisan élni, hanem a jövő nemzedékeiről van szó, hogy meg lehet-e őrizni a Balatont és más természetes tavakat nagyjából olyannak, hogy még több nemzedék használhassa tisztességgel a környezet és az ember békésen egyet tudjon élni. Ez egy óriási felelősség, és itt nem lehet arra hivatkozni, hogy hát túl erős a Fidesz, vagy politikaiak befolyásoltak a döntések. Ezt a csatát, ezt a küzdelmet folytatni kell. Képviselő úr, ugye az ellenzék azért van nagyon nehéz helyzetben, mert sokszor ilyen nagyon szimbolikus küzdelmeket folytat, vagy abban ér el valamilyen fajta eredményeket, de hát itt most egy nagyon konkrét dologról van szó. Ugye megtiltják azt, hogy a part közelében, 30 méteres sávjában építkezni lehessen. Ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát azok, akik az elmúlt években mondjuk már elkezdtek valamilyen beruházást, vásároltak valamilyen telk. Ők nekik abba kell hagyniuk a dolgot, le kell bontaniuk az épületeket? Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban? A lebontást én gyakorlatilag kizártnak tartom. Persze az Alkotmánybíróság közzétette a döntését, ami a kihirdetés napjától hatályos. Nyilván a befejezett ügyekre nem vonatkozik. Itt azért az kérdés, hogy a folyamatban lévőknél hogyan kell értelmezni. Ezzel foglalkozunk. De talán ami a legfontosabb, hogy ez a 30 méteres védősáv az eddig is így volt, a fő szabály ez volt. A probléma hát igen, volt, csak volt egy csomó kiskapu. Így van. Na, azt akartam mondani, hogy ezeket a miniszteri rendelettel, kormányrendelettel és önkormányzati rendelettel való fölpuhítását ennek az egyébként látszólag szigorú szabálynak, ezt tette lehetővé, ami egyébként az magára az építkezésre is vonatkozó, csak hogy tegyük gyorsan tisztába, de nem csak arra, hanem az építmény magasságra, beépítetési százalékra, vagy amit nagyon sérelmeztünk, hogy a csökkenő számú kempingek esetében is engedett ilyen típusú kempingek átsorolására vonatkozó lehetőséget kiskaput önkormányzati rendelete. Na, ezek most már nincsenek. Azt mondom, hogyha így marad a törvény, és nem fabrikál a Fidesz majd ősszel újabb kiskapukat, akkor ez így bizonyos értelemben megnyugtató. Azt még tisztázni fogjuk, hogy a folyamatban lévő ügyeknél mi a helyzet. Amíg befejeződtek, arra azt kell mondanom jogászként, hogy azt kevéssé tartom valószínűleg, hogy bármit le kelljen bontani, és az talán nem is lenne helyes, de a jövőre nézve gátat szab a partalan kijátszásnak, kiskapuknak, ügyeskedéseknek, és annak is, hogy látszólag azt az illúziót lehet képviselni a kormánypártoknak, hogy rendben van a Balaton, hát itt megvédtük, olyan szép törvényt hoztunk 2018-ból. Igen, ám csak a kiskapuk tudnak főszabályá változni. Az Alkotmánybíróság ennek most gátat szabott, és azt gondolom, hogy ha jövőre nézve ezt azért apró, de pozitív jelként kell értelmezni, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy nem érdemes egy csatát megvívni, foglalkozni ilyen kérdésekkel, mert igenis részsikereket lehet elérni. Ettől természetesen azt mondani, hogy minden rendben van és működik az állam és demokrácia van, ez így erős túlzás lenne.
Képviselő úr, látszólag nagyon független bármilyen másik dologtól, amit most kérdezni fog, de ön mióta szereti a kosárlabdát? Kosárlabdát én körülbelül a 10-es éveim elején, tehát az általános iskola óta, akkor még a utolsó nagy honvéd volt, amelyik a 80-as évek elején működött. Én azóta nagyon szeretem, és ha csak lehet, még játszogatok is ilyen egy palánkra, ilyen streetball-szerű játékot, amennyire hát ugye az ember az évek múlásával fiatalabb nem lesz. De a Balatonparton egyébként kitűnően le, rengeteg helyen van már felszerelt palánk. Csak azért kérdezem mindezt, mert rá akarok fordulni ilyen sunyi módon egyetlen egy darab kérdésre, mert most már nagyon kevés maradt a műsoridőből, hogy láttam önt a Falkó Körbend mérkőzésen Nemény András polgármester mellett ülni, a kosárlabda miatt ment a pártársával közösen szurkolni, vagy azért, mert akkor már igyekezett rávenni, hogy induljon az MSZP elnökének? A kosárlabda miatt mentem, én évek óta járok Falkó meccsre, tehát ebben ilyen értelemben többet nem kell vele látni, de hogy Nemény Andrást alkalmasnak tartom, mert nagyon sok mindenre, én azon, hogy kitűnő polgármester és egy nagyszerű politikus az MSZP nagy reménysége, de minden más Nemény András el fog dönteni. De a bajnoki döntőn ott voltam tavaly Szolnokon is, egyébként a Szolnok-Falkó meccsen is ilyen szempontból az 5 meccsből 4-en, tehát a kosárlabdát és a Falkót nagyon kedvelem, de továbbra is honvéd szózóban. Jó, ugye csak szeptemberben lesz majd az MSZP-nek a tisztújítása, de figyelemmel fogjuk követni, hogy még milyen településeken tűnik fel esetleg sportmérkőzéseken, és akkor gyanúsá válik, hogy ott a helyi MSZP-s potentátok közül ki lehet még az MSZP aszpirás. Hadd abban, hogy a honvéd meccsekre járok, tehát a ilyen értelemben a Kispest az rögtön gyanús lehet ilyen szempontból, de ígértem, hogy szolnoki kosárlabda meccsre is fogok menni az ottani pártelnöknek, tehát ilyen szempontból sok helyet tudok majd gyanúba keverni. Pécsen is szoktam, bár ott ugye most a foci csapat az csak másodosztályú, de a kosárlabda csapat ott sem rossz, tehát ezekből lehet majd levonni következtetéseket, és Miskolcra is szoktam járni, vagy Borsod megyében is, tehát ez alapján nehéz lesz összerakni azt, hogy merre tovább, viszont azt, hogy sportszerető politikus vagyok, ezt nagyon-nagyon büszkén vállalom, különösen a kosárlabdát és a focit kedvelem. Figyelemmel fogjuk követni a mozgásokat, mind a lelátó, mind pedig a sportpályán. Köszönjük szépen Molnár Zsoltnak, hogy itt volt és elmondta. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra 6 perc, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A szerkesztőm Toró Nikolett nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és természetesen azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom, hogy mivel készültünk a műsor második felében. Az óra elején Karácsony Zoltánnal, a HR portál álláspiaci szakértőjével beszélgetünk annak kapcsán, hogy több vállalatnál is jelentős béremelés jöhet a jövőben a magas infláció miatt. A helyzet a szakértők szerint már annyira rossz, hogy akár 20%-kal is nőhetnek a fizetések bizonyos munkahelyeken, hogy mely ágazatokat érintheti mindez, és hogy mi a realitása egy komolyabb bérnövekedésnek, tőle igyekszem majd megtudakolni. Beszélünk arról is, hogy milyen állapotban van jelenleg a hazai tejgazdaság. Az érintettek szerint ugyanis csoda, hogy még talpon vannak az ágazat szereplői, a Covid-járvány, a háború és az infláció ellenére. Harc Zoltánnal a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója értékeljük majd a kialakult helyzetet. Ahogy szótejtünk arról is, hogy mit várhatunk a cseh uniós elnökségtől, a napokban ugyanis ők vették át Franciaországtól a Soros elnöki tisztséget. Ebben dr. Stepper Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója lesz a segítségünkre. Téma lesz az is, hogy miközben naponta százezerek nem jutnak Magyarországon megfelelő mennyiségű és minőségű ételhez, addig háztartásunként évente átlagban 65 kiló élelmet dob ki a szemétbe. A Magyar Élelmiszerbank, ha tőlük nem is, de az üzletláncoktól rendszeresen menti az élelmiszert annak érdekében, hogy minél több rászorulón tudjanak segíteni. A szervezet munkájáról Nagy György Andrással, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatójával beszélgetünk majd. Az óra végén pedig kapcsoljuk Vujit Ritkót, az ATV munkatársát, aki jelenleg is Ukrajnában van, és onnan dokumentálja a háború eseményeit. Addig is ne menjenek most már sehova, pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
akár 20%-kal is emelhetik a béreket a magas infláció miatt. Ráadásul sok vállalatnál júniusra előrehozták a szeptemberre tervezett béremelést, miután az évelei fizetésemelés az árak emelkedésével együtt gyakorlatilag eltűnt. A fogyasztói árak növekedése mellett a munkaerőhiány is fontos tényező. Mindezek miatt a bérnövekedés magasabb lehet a vártnál, 16-20%-kal is bővülhetnek a bruttó bérek. A következő percekben vendégünk Karácsony Zoltán, a HR Portál álláspiaci szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hát az elmúlt időszakban főleg a drágulásokról, az inflációról lehetett hallani, béremelésről kevésbé, vagy hát a közvéra bizonyos szereplői sztrájkoltak, vagy valamilyen fajta nyomást akartak helyezni, de a piaci szféráról kevesebbet tudunk. Hol következhet be ilyenfajta bérnövekedés? Hova kell jelentkezni, hogyha az ember több pénzt akar keresni? Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok szó esik az inflációról, de ha ránézünk az álláspiacnak a makroszámaira, akkor azért látható, hogy szinte teljes Magyarországon a foglalkoztatottság. Tehát éppen most néztem a KSH adatait, 3,5%-os a munkanélküliségi ráta, 74%-os a foglalkoztatottság, tehát azt jelenti, hogy aki dolgozik, az, aki akar, az dolgozik is nagyjából Magyarországon. És a másik, hogy az a baj, hogy még így is kevesen vannak, mert hogy nagyon sok helyre nem találnak megfelelő munkaerőt. Igen, ez a kereslet-kínálat, ez soha nem fedi le teljesen egymást, és most egy nagyon fontos forrása a magyar munkaerőpiacnak a harmadik országbeli toborzás, ami most kezd lassan felpörögni. És a másik, hogy továbbra is vannak álláshirdetések, tehát van nekünk egy állásgyűjtő oldalunk, ahol szemlézzük a magyar webben található álláshirdetéseket, és ott például több mint 40 000 üres állás van most is a versenyszférában, tehát rengeteg az üres állás. De hát én azt jól érzékelem, bocsánat, hogy belevágok a szabályba, csak én azt jól érzékelem, hogy az elmúlt években, minthogyha nagyobb probléma lenne ez? Tehát, hogy nem találnak egy csomó munkahelyre munkaerőt? Hogy ez ilyen demográfiai okai vannak? Az országgal történt valami? Vagy az egész kontinensen van probléma? Mert most olyan, mintha egy így felerősödött volna, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt nem volt ez ennyire jellemző. Igen, az abszolút felerősödött, ennek nagyon sok oka van. Magyarország így beruházásilag egy nagyon vonzó célország lett, rengeteg beruházás érkezett Magyarországra. A munkaerő pedig egyrészt vándorolt nyugat felé, másrészt meg hát demográfiailag többen mentek nyugdíjba, mint hányan beléptek a munkaerőpiacra, és ez automatikusan hozta maga után azt, hogy munkaerőhiány alakul ki. Az orosz-ukrán háborúig mondjuk Ukrajna volt egy nagyon fontos forrása az munkaerő utánpótlásának, aztán ez elapadt, és akkor most mindig kell új irányokat keresni, és hát nagyon sok csoportot megpróbáltak behozni már a munkaerőpiacra, hogy megalakítok itt a nyugdíjas szövetkezetek, az iskola szövetkezetek után, de most már vannak kismama szövetkezetek is, tehát rengeteg próbálkozás van e tekintetben, de hát továbbra is hiányzik a munkaerő magyar álláspiacról. És tulajdonképpen a bérnövekedésnek ez az oka, hogy itt két igény találkozik, az egyik oldalon az, hogy a drágulás, az infláció miatt amúgy is valahogy meg kell tartani a munkavállalókat, mert elmennek egy jobban fizető álláshelyre, a másik oldalon meg ott van, hogy nagyon nehéz egyáltalán munkavállalókat találni? Igen, ez a kettő most találkozik, és azért most talán fogalmazhatok így, hogy drámai a helyzet a magyar munkaerőpiacon. Korábban nem volt ekkora az infláció, hogy néhány százalékos emelésekkel el voltak a cégek. Most tényleg 10% fölötti az infláció, az alacsonyabb keresetű csoportokban ennél még nagyobbat érzékelnek, és tényleg munkaerőhiány van. Tehát a fizetés, a nettó bér az továbbra is az legfontosabb szempont a munkahely választásnál, vagy a maradásnál. És ennek a tendencia, ez így mely ágazatokra érvényesül a legjobban? Tehát, hogy hol van, ahol mondjuk ilyen radikális béremelés? Mert tényleg a közszférában ugye folyamatosan ezt lehet hallani, az állam az egyik legnagyobb foglalkoztató, hogy ott most erre nincsen fedezet, más dolgokat kell finanszírozni, de hát azért a versenyszférában nyilván vannak ilyen ágazatok. Melyek ezek? A gyártás például, elektronikai gyártás, autógyártás, a beszállító cégek, aztán ott van például a logisztika, raktározás,
Na most több ezer állás ajánlat van most is. Aztán itt van a kiskereskedelem. Hát a múlt héten volt egy hír, nem tudom, nevet talán nem mondok, de egyik nagy kiskereskedelmi lánc mondta, hogy 8-20% közötti rendkívüli béremelés lesz nyáron. Tehát, hogy ezek azok a forró területek, ahova nagyon kellenek a munkáskezek. Karácsony Zoltánnak, a HR Poltál álláspiaci szakértőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket nekünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Az ukrajnai háború közvetett hatásait a magyar tejgazdaság is megérzi. A legtöbb tejtermék inflációja meghaladta a 30%-ot, csak az ársapkás UHT tej eladása nőtt. A hazai folyótejfogyasztás majdnem teljes egészét itthon termelik meg, ám a feldolgozott termékek nagy része import. Hogyan lehetne serkenteni a hazai tejfeldolgozást? Hogyan lehetne elérni, hogy a növényi alapú tejimitátumokat ne lehessen tejként eladni a fogyasztóknak? A többi között ezekről is beszélgetünk Harc Zoltánnal, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mik a tapasztalatok? Ugye az elmúlt időszakban az ág is húzta önöket. Ott volt a Covid-járvány, az is egy probléma volt, aztán jött a háború, az infláció, tehát nagyon sok minden összeadódott. Hogyan tudtak egyáltalán talpon maradni a szereplők? Én azt gondolom, hogy a magyar tejágazott tejtermelőtől feldolgozóig egy nagyon, nagyon erős 10 éven van túl, egy évtizeden, és hát ekkor kaptuk nyakunkba a Covid-járványt, majd ugye az ukrán válságot. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek 10 év alatt egy 25-30%-os tejtermelés bővülést tudunk felmutatni. Tehát az elsődleges alapanyag a nyers tej termelése Magyarországon bővült. Jött a Covid, én azt gondolom, hogy... Bocsánat, csak hogyha ezt a bővülést említette, ez azt jelenti, hogy az országon belül nőtt meg az igény, tehát hogy egy kicsit tudatosabban kezdték el fogyasztani az ilyen fajta termékeket, vagy az, hogy ez ennek egy része inkább már exportra ment? A hazai tejfogyasztás, tehát a fejenkénti tejfogyasztás lassan emelkedik, itt a lassan, ezt tényleg kétszer aláhúzom, tehát nagyon-nagyon lassan, de folyamatosan emelkedik, és a Magyarországról kiszállított feldolgozott tej és tejtermékek mennyisége és értéke is folyamatosan növekszik. Tehát azt gondolom, hogy ennek volt helye és van helye. Ugye látjuk azt, hogy a fogyasztói folyadéktejeket, tehát amit megiszunk, annak a piacát vissza tudtuk szerezni. Tényleg 95-99%, nem is tudom, hogy hol van éppen a tejek aránya, tehát a hazai előállítású tejek aránya a polcokon. Tehát volt helye. Most ha ránézünk a trapista sajtok gyártására, ott is egy jelentős bővülést látunk, ugye új kapacitások belépése miatt. Tehát ennek a tejnek volt helye, ugye ha minden doboztejet és minden tejterméket visszaszámolunk tej egyenértékre, akkor tudunk húzni egy egyszerű mérleget, ami azt mutatja, hogy mi nagyjából önellátóak vagyunk, önellátóak lennénk, hogyha nem lenne export és nem lenne import. Tehát alapvetően ennek van helye, a feldolgozók, én azt gondolom, hogy egytől egyig fejlesztenek jelenleg is, tehát mindenhol munkagépek dolgoznak, új technológiák kerülnek be, ehhez a nyers tej, az elsődleges alapanyag rendben van, és ahogy a riport felvezetőjében hallottuk, bizony vannak olyan termékek, inkább a feldolgozottak, a magasabb feldolgozottsági fokúak, joghurt, vars, vaj, sajt, ahol bizony hát még mindig magas az import aránya, úgyhogy itt azért a polc egy részét vissza lehetne szerezni. Természetesen nem arról van szó, hogy csak magyar tej és tejtermék legyen a boltokban, de amit elő tudunk állítani Magyarországon, mi fogyasztunk el, ott azért lehetne egészségesebb a polcarány. Hát igen, meg ugye azért külföldi országokban sokszor tudatosabbak a vásárlók ilyen szempontból, tehát a hazai termékeket veszik, hogy ezzel is támogatsák a helyi szereplőket. Viszont azt említette, hogy ha kicsit is, de azért Magyarországon is nőtt a tejfogyasztás mértéke. De van egy másik ilyen tendencia, amit látok akár az ismerőseim körében, ezek a növényi alapú tejeknek a fogyasztása, mandulatej, kókusztej, mindenfajta ilyen dolgokból csinálják, öntik bele a kávéba, így úgy.
Ezekkel mi a helyzet? Mert az önök kritikája tulajdonképpen az, hogy ezeket ne lehessen tejeknek nevezni, és hát ne kezeljük már egy polcon, asztalon ezeket a dolgokat. Így van, most ha udvariatlan vendég lennék, akkor mindjárt javítanám is ön, tehát ez nem mandulottej és nem ristej, hanem az uniós jogszabályok értelmében, amely ugye törvényerővel bír Magyarországon, ezeket csak italnak lehet nevezni, tehát rizsital. Hát, igen, csak a dobozon így van. Az a de helyzet, pont hogy, ez a probléma. Így van, pont ez a probléma, és bízom benne, hogy nem látott még olyan dobozt, mint. Vagy legalábbis a napokban, ezekben az években, mert erre nagyon-nagyon odafigyelünk, ugye. Nagyon fontos, hogy az állati eredetű termékeknek fenntartott jelöléseket, túró, sajt, joghurt, vaj, tej, tilos növényi eredetű termékekre felhelyezni. Úgyhogy ez egy nagyon kemény harc volt, tényleg vadászni kellett a polcokon, a webáruházokban ezeket a termékeket. Én azt gondolom, hogy most már ez a piac tisztult, néhány kalandort azért találunk, de ezt a hatósággal rövidre tudjuk zárni. Tehát ez egy bizonyos védelmet jelent. Tehát nálunk, ha valaki betartja a szabályokat, egy kereskedő, akkor ilyen terméket nem tesz ki a polcra. Itt most már azzal vannak problémák, amikor, elnézést kérek, amikor hát huncut marketing eszközökkel próbálnak túljárni az eszünkön. Például a tej, ugye angol megfelelőjét, a milket, azt Y-nal felírják a dobozra, miközben egy rizsital van a termékben. Vagy egy növényi eredetű margarinhoz ugye vajat kevernek, vagy vajas ízzel jelenik meg. Ezek azok a határesetek, amelyek nyilván hát egyedi elbírálást igényelnek, de hát hogyha a tej az olyan ördögtől való, akkor miért kell a milket Y-nal ráírni egy dobozra hatalmas betűkkel? Ezt nekünk nehéz megérteni. Vagy egy joghurt nevet miért kell szója gurtnak nevezni például? Tehát kicsit úgy érezzük, hogy a megbecsült, finom, magas tápértékű tejterméket nevét hát ellopják. Hát igen, ez egy ilyen ügyes marketinges húzás. Így van, nagyon ügyes marketinges, szóval itt kellene nekünk, és itt van nagyon nagy feladat a tejterméktanácsnak, hogy fogyasztókat tájékoztassuk. Van esetleg statisztikájuk arra vonatkozólag, hogy egyébként a fogyasztás hány százalékát teszik ki a növényi alapú italok? Én azt gondolom, tehát nagyon pontos hivatalos statisztikával nem tudok önnek szolgálni. Nyilván vannak becslések, ugye a kasszá, pénztárgépek eladási adataiból. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez ilyen 3-4-5-6%-os részesedés lehet. Nagyon-nagyon erősen függ főváros, megyeszékhelyek, vidék, tehát óriási különbségek vannak az eladásokban. Itt inkább nem is az aránya probléma, hanem a növekedés dinamikája, tehát erről a kis mennyiségről nagyon-nagyon nagy mennyiségben nő. Egyébként még mielőtt bárki félreértene mondani valómat, tehát senkit nem szeretnénk korlátozni abban, hogy állati vagy növényi eredetű táplálékot fogyaszt, ez mindenkinek a saját döntése. Ami nagyon fontos, hogy az elnevezéseket ne keverjük. Se szándékosan, se véletlenül. Ez sokkal fontosabb, mint annál, hogy egy vállalkozás úgy dönt, hogy növényi italt gyárt, vagy éppen tehenet tart és tejterméket készít. Ez mindenkinek a szabad választása. Itt a fogyasztók szándékos vagy véletlen félrevezetése az, ami ellen küzdenünk kell. Még amire mindenképp rá szerettem volna kérdezni, az, hogy ugye itt a bejátszóban is megemlítették, hogy az UHT tejekre is vonatkozik egy bizonyos ársapka. Hogyan érintette ez az ágazat szereplőit? Ugye a 2,8%-os írtartalmú UHT tej került a hatósági ársapka alá. Ez ugye egy egyedi kategória, annak idején, amikor csatlakozási tárgyalások zajlottak az Unióval, akkor egy közelharcot kellett vívnunk ezért a kategóriáig, de megvan. Jelentősen emelkedtek az eladások a 2,8-as UHT tejnél. Ugye itt az első 1-24 hét adatait ismerjük, tehát az év első 24 hetének az eladási adatait. Ugye februártól volt csak hatósági ár, de az előző évek átlagához mérve itt egy 69%-os növekedést látunk eladásban. Tehát jelentősen eltolódott ebbe a kategóriába, és azt látjuk közben, hogy az zacskós friss tejek, a dobozos friss tejek, de akár még a 1,5%-os UHT tej eladás is visszaesett. Tehát egy kicsit elment ezen tej kategória irányába a fogyasztói folyadék, tej fogyasztás nyilván az ára miatt. A
benzinkutak kapcsán sokszor elhangzik az, hogy van ilyen félelem, hogy ellátási nehézségek lesznek, vagy olyan, hogy bizonyos kutak bezárnak, mert nem tudják fenntartani ezt a fajta árstopp logikát. Önökre ez ilyen szempontból hogyan, a termelői oldalról fenntartható ez a történet? Tehát tejtermelőket ez közvetlenül nem érinti, ugye ők termelik a magas minőségű nyers tejet, és eladják a feldolgozóknak, átadják a feldolgozóknak. Ugye a feldolgozók számára rendelkezésre áll az a tejmennyiség, amelyet korábban is megkaptak. Itt ugye csak az a kérdés, hogy milyen dobozban, milyen technológiával, milyen pasztörözéssel, az acskóban, dobozban, UHT, ESL, vagy friss formában teszik a fogyasztók elé. Itt ugye a 2.8-asnál van egy kis fricska a történetben, hiszen azért jellemzően nálunk a nagy kedvenc az a 1,5%-os UHT tej volt. Ugye a 2.8-asból egy kicsit több zsír kell, ugye 1,5% és 2,8% zsírtartalom között van egy kis zsírtöblet. Ez az, ami talán kezelni kell. Egyébként feldolgozók meg tudják oldani a dolgot. Eddig is tett a kormány döntését, maradéktalanul tiszteletbe tartott az ágazat, és végre is hajtotta. Látszódik, hogy sokkal magasabb igényeket is ki tudunk szolgálni. Ahogy említettem, itt nálunk az alap anyag, a nyers tej rendelkezésre áll. A feldolgozó kapacitások maximumon pörögnek, és amit nem tudunk előállítani, félkemény sajtok, vajak, joghurtok, az pedig behozzuk az országba. Harc Zoltánt, a Tejszakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. További szép napot önnek. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Július 1-től 6 hónapra Csehország veszi át az Európai Unió tanácsának soros elnök tisztségét Franciaországtól. Az elnökség fő feladata Ukrajna segítése és Európa energiaszükségletének biztosítása lesz. Nyilatkozta a cseh kormányfő és Ursula von der Leyen pénteken tartott közös sajtótájékoztatóján. Hogy mit várhatunk a cseh uniós elnökségtől, arról Stepper Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye pénteken átvette Franciaországtól Csehország az uniós elnökséget egy olyan grénum alatt, amely hát csak fél éve van hatalmon. Mit várhatunk ilyen szempontból a Fiala-féle adminisztrációtól és úgy ámblokk a cseh uniós elnökségtől? Én azt gondolom, hogy a fiatal cseh kormány egy elég jelentős feladat előtt áll most a Európai Unió tanácsának elnöki tisztségének átvételével. Ugye ez két okból is így látható. Egyrészt ugye az említett válságok, tehát az ukrajnai háború, illetőleg a energiabiztonság kérdése, ez erőteljesen meg fogja határozni az uniós politikai napirendet. A másik, hogy jelenleg egy egyre jobban terjedő belpolitikai botrány is nehezíti ugye a több párti koalícióból álló cseh kormánynak a belső stabilitását, nem is beszélve mondjuk az országnak a gazdasági nehézségeiről. Egyrészt ugye különböző általános trendekből fakadnak, tehát minden régióbeli ország küzd ugye a zöldítés és az energia, rövidtávú energiaellátás biztonságának fenntartásának ellentétes előjelű kihívásától. Másfelől ugye azért nem olyan régen sikerült megfékezni ugye a koronavírus járványt, és Csehország egyébként a regionális összehasonlításban is sajnos nem igazán mutatott jó vagy kiemelkedően szerencsés megoldási javaslatokat. Úgyhogy ezekkel a belső problémákkal megküzdve külön kihívást lesz számukra, hogy egy ilyen nagy horderejű feladatot átvegyenek. Ugye összehasonlításban azért láthatjuk, hogy az előző 6 hónapos időszakot ugye Franciaország egy nyugat-európai nagyhatalom vitte az ügyeket, és a cseheket pedig majd ugye Svédország fogja követni január 1-től. Tehát ilyen szempontból is azért komoly nehézség lesz fenntartani egy olyan minőségű jogalkotási vagy kompromisszumkeresési keretrendszert, amit tőlük vár most egész Európa.
ez tulajdonképpen, ha jól értem, akkor nem csak önmagában egy szimbolikus dolog, hogy az ember oké, akkor most mi vagyunk a soros elnökök, hanem ez azért valamilyen fajta adminisztrációs terhet is ráró az államra, de a másik oldalon azért valamilyen fajta nagyobb befolyásra is szert tehetnek. Egy ilyen kihívásokkal teli időszakban egy ilyen fiatal adminisztráció hogyan tud megküzdeni ezekkel a problémákkal? Hát sorrendben haladva én inkább azzal kezdenék, hogy maga az egész elnökségi rendszer úgy épül fel, hogy a tagállamok gyakorlatilag azonos jelentőséggel vagy azonos súllyal kezdeményezhetik ugye ezeket a jogalkotási eljárásokat. Jelenleg az Európai Unió tanácsa, ugye egy társjogalkotó szervez az Európai Parlament mellett, magyarán ugye a később kötelező érvényű döntések megszületésében egy ilyen rendkívül komoly kezdeményező szerepe van ugye ennek a miniszteri tanácskozási formának. Na most a gyakorlatban, hogyha miniszterek leülnek tárgyalni, értelemszerűen el tudjuk képzelni, nem teljesen indiferens, hogy mely kérdések lesznek a napirend elején, és mely kérdések a napirend végén. Ugye azért, hogy árnyaljuk a képet, értelemszerűen nem Csehország az egyetlen olyan ország, aki most magához ragadva a marsalbotot ebben a 6 hónapban eldöntheti, hogy mik és milyen ügyek lesznek kizárólag előtérben, hanem van egy valamilyen fokú befolyásolási lehetőség erre. Ugye itt a másik kérdés, ami logikusan felmerül, hogy mennyire aktív maga a cseh külpolitika, és mennyire szeretnék ők valóban kihasználni ezt a tulajdonképpen történelmi lehetőséget. Ez azon felül, hogy egy rendkívül jelentős presztízs nyereség alakítható ki, vagy egy országimás szempontjából pozitív időszakot élhetnek meg. Ugye visszautalnék itt például a 2011-es magyar EU elnökségünkre, amikor ugye Magyarország tulajdonképpen a gödöllői környezet és kastély helyszínű választásával igyekezett ugye az európai vezetők számára azt mutatni, ami hát a valóság is, hogy tulajdonképpen Magyarország legalább annyira kulturálisan, mint történetileg része ugye akármelyik európai integráció, vagy az európai integrációnak legalább annyira, mint mondjuk nyugati szomszédaink, az osztrákok, vagy akárki más, a csehek. Most ezen a PR vagy közkapcsolati dimenzión felül emelkedve, ugye a lényegi dolgokra térve, én azt gondolom, hogy a cseh ambíciók, hogy formálják az európai politikát, azért sokkal kisebbek, mint voltak mondjuk Franciaország esetében, vagy akár amekkorák jellemzően mondjuk Magyarország vonatkozásában. Tehát ők igazából biztos vagyok benne, hogy igyekeznek élni majd a PR előnyökkel, amit ez a lehetőség ad, de hogy valójában akarják-e drasztikusan, vagy akár eltérően, vagy vitákat szító módon formálni az uniós napirendet, afelől vannak azért kétségek. Az elmúlt percekben dr. Stepper Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük szépen, Péter, hogy elmondta nekünk mindezeket. Fogunk még egymással beszélni, mert nagyon érdekelne az az aspektus is, hogy tulajdonképpen Magyarország és Csehország viszonyára milyen hatással lehet ez, főleg most, hogy ugye megjelent egy új jogállamiságról szóló EU-s jelentés is, de ez most már nem fért bele a műsoridőbe, úgyhogy majd legközelebb folytatjuk. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Az élelmiszer drágulás veszteseit is segíti a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A szervezet az üzletláncokból, gyárakból menti az élelmiszert, miközben a magyar háztartásokban is átlagosan évi 65 kg élelem megy a szemétbe. Az élelmiszerbank tavaly mintegy 8000 tonna ételt mentett meg, amivel 250 ezer rászoruló embernek segítettek. A szervezet munkájáról, az ételpazarlásról és a gyűjtésről az Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával, Nagy György Andrással beszélgetünk. Akit már köszöntök is itt a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát engem nagyon megdöbbentett, amikor olvastam erről, hogy évente átlagosan egy magyar család 65 kilogramnyi élelmiszert dob a kukába. Ez egy növekvő tendencia, az emberek nem tudatosítják magukba. Egyébként itt gondolok magamra is, mert szerintem én is azok közé tartozom, aki sokszor pazarol, de mire kellene odafigyelni, hogy ezt csökkentsük, ezt a számot? A tendencia gyakorlatilag stagnál az elmúlt években. Néhány évvel ezelőtt a Népbiz egy
68 kg-os eredményt közölt akkor, amikor egy átfogó kutatást végzett, és aztán 2019-ben 65 kg-ra pontosította, pontosabban 3 év alatt ennyivel csökkent, 3 kilóval csökkent. Ez egy fejenkénti hulladékmennyiség, élelmiszer hulladékmennyiség a háztartásokban, és ennek természetesen nagyon komoly anyagi áldozatokat is magával von. Körülbelül 32 ezer forintnyi költsége van fejenként, tehát egy 4-tagú családnál ez már gyakorlatilag egy nyaralásnak a költsége, amit kidobunk a kukába. Vagy legalábbis volt eddig, mert most ugye jelentősen megdrágult az élelmiszer, tehát ez most még bőven több lesz. Így igaz. Gyakorlatilag évek óta arról beszélünk, hogy ahhoz, hogy az emberek az élelmiszer értékét még inkább becsüljék, ahhoz komoly változásra van szükség. Általánosan megfigyelhető, hogy azok a rétegek, azok a korosztályok figyeltek oda eddig is jóval inkább az élelmiszer pazarlásra, akik már a háborúban vagy a háború utáni időszakban is éltek, és megélték már valaha az élelmiszer hiánynak a problematikáját. Hát sajnos most az infláció elhozta ezt a helyzetet, és az emberek szerencsére talán egy kicsit tudatosabbak lesznek ezzel kapcsolatosan, de ahhoz, hogy a háztartásunkban általánosságban is egy pazarlásmentesebb szemlélet uralkodjon, megtehetjük bármikor a lépéseket, és nagyon fontos, hogy ne csak akkor figyeljünk oda, amikor már észlelünk valamit, és a hűtőszekrényünkben valaminek nem jó az illata. Az élelmiszer felesleg nem akkor keletkezik, amikor egy maradék megromlik, hanem akkor, amikor nem vagyunk tudatosak a bevásárlásnál, nem írunk egy élelmiszer bevásárlási listát, nem tervezzük meg a heti menüt előre, nem figyelünk oda, hogy a hűtőszekrényben hová tesszük a megfelelő élelmiszereket, hogy minél inkább tartósak maradjanak, vagy akár a maradékokat nem méhűtjük le kis egységcsomagokban megfelelő módon. Tehát, hogyha ezekre az ember odafigyel, akkor már jelentősen becslések szerint körülbelül 50%-kal megelőzheti az élelmiszer hulladéknak a mennyiségét. Egyébként ebben a 65 kilóban azért olyan hulladékok is beletartoznak, mint például a tojáshéj vagy a teafilter, ami azért nem egy megelőzhető eset, de ahogy mondtam, a 65 kg-nak a fele az könnyen megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. Ugye az, amikor az ember azt olvas, hogy önök megmentik az élelmiszert, akkor nyilvánvalóan itt gondolom nem a romlott élelmiszerre kell gondolni, amit egyszerűen egységsugarú állampolgár mondjuk túl sokat vásárolt belőle, és aztán megromlott a hűtőszekrényébe, és megy a kukába. Tehát amikor önök üzletláncokból és gyárakból mentik meg az ételt, az pontosan mit jelent? Olyan forgalomban már nem hozandó, de fogyasztásra még tökéletesen alkalmas termékekre kell gondolni, mint például a csomagolási hibás termékek, vagy azok az áruk, amiknek a lejárati ideje nagyon közel van már. Jellemzően például zöldséggyümölcsöt, pékárut szoktunk menteni, gyakorlatilag ennek a 8 millió kilónyi élelmiszernek, amit áruházakból összegyűjtünk, körülbelül a 80%-a ezekből a termékkörökből kerül ki, és nagyon fontos, hogy még fogyasztható állapotban, még a lejárati idő előtt vesszük át ezeket. Most már több mint 500 áruház van az országban minden nap, és még aznap kiosztjuk karitatív szervezeteknek a közreműködésével, tehát mindenképpen még biztonságos és jó állapotú termékek kerülnek a rászorulókhoz. Ugye nyilvánvalóan még azért nincsen statisztika arra vonatkozólag, hogy hogyan alakul, de a tendenciákról ön is gondolhat valamit. Ugye most az infláció miatt, az élelmiszer drágulás miatt még nagyobb probléma az, hogy az alacsony jövedelmi emberek, akik a legalacsonyabb jövedelmi decilisbe tartoznak, azok mondjuk nem vesznek kellő minőségű élelmiszert, vagy mennyiségű élelmiszert, hogy meg fog növekedni ilyen szempontból az igény. Hát azt olvastam, hogy csak a tavalyi évben 8000 tonnányi élelmiszer gyűjtöttek össze, és összesen 250 ezer rászorulón segítettek. Ez hogy alakulhat az idén? Pontos számokat még nem tudunk mondani. Az Élelmiszerbank országos hálózata egyébként úgy működik, hogy ezt az 500 áruházat 500 karitatív szervezet látogatja minden nap, tehát mondjuk Mezőkövesden, vagy Pécsen, vagy Győrben. Nem az Élelmiszerbank 13 alkalmazottja megy el, hanem egy ott működő karitatív szervezet. Legyen ez egy gyermekotthon, legyen ez egy hajléktalan ellátóközpont, egy családsegítő szolgálat, vagy akár egy időseket segítő kisebb önkormányzatnak a szociális osztálya, és ők osztják szét az élelmiszert a saját régiójukban, hiszen ők látják azt, hogy mi ott a helyzet, kik azok, akik igazán rászorulnak. És hát ettől az 500 karitatív szervezettől bizony azért már most is
halljuk, hogy növekednek az igények. Csak hogy mondjak egy példát, Szegedi Nagycsaládos Szervezet, ahol kétszer annyian jelentkeznek most élelmiszerért, mint bármikor korábban, vagy olyan kis település, ahol már az iskola időben is 100-ból 97 gyerek kedvezményesen vagy ingyen kapta az ebédet, mert a szülők nem tudják megfizetni, azok most nyáron még nagyobb problémával szembesülnek, főleg így az élelmiszer áraknak az emelkedése kapcsán. De beszélhetnék itt az idős emberekről, hiszen egy nyugdíjas nem feltétlenül tud mellékállást vállalni, vagy egyáltalán állást vállalni, miközben azt tapasztalja, hogy nőnek az élelmiszer árak. Éppen ezért már most is látjuk, hogy jelentősen nő a rászorulói igény. Ugyanakkor az egy nagyon jó hír, hogy az idei évben már 100 újabb áruházban tudtuk elindítani a napi szintű élelmiszermentést, tehát már több mint 500 helyen tudjuk elhozni és összegyűjteni a feleslegeket. Ezzel azt látjuk, hogy 5 évvel tudtuk növelni a megmentett élelmiszernek a mennyiségét. Sajnos azonban úgy látjuk, hogy ez sem elég. További 50 áruházban szeretnénk elindítani a közeljövőben, a következő 1-2 hétben még az élelmiszermentést. Ezek olyan pontok lesznek, ahonnan ezentúl is minden nap fogjuk tudni összegyűjteni az élelmiszert, tehát hogy ezek nem csak az inflációhoz kötődő felfutások, hanem reményeink szerint idén jelentősen nőni fog. Ahogy magunknak megfogalmaztuk, szeretnénk szintet vagy lépést tartani, hogy egyenesen megelőzni az inflációt, tehát a segítségünket szeretnénk az inflációnál gyorsabb ütemben bővíteni. Ez egyébként nekünk magunknak is adományokra van szükség, pénzadományokra, hiszen egy karitatív szervezetként működünk, civil szervezetként, és gyakorlatilag csak magánadományokból futtatjuk ezt a programot. Azonban a hatékonyságáról el lehet mondani, hogyha valaki nekünk 1000 forintnyi adományt felajánl, készpénzadományt, abból mi 30 ezer forint értékű élelmiszert tudunk megmenteni, hiszen ebben az egész rendszerben gyakorlatilag csak a benzinért és a logisztikáért kell fizetni, amúgy viszont az élelmiszereket ingyen tudjuk átvenni és eljutatni és odaadni a rászorulóknak, tehát gyakorlatilag bárki becsatlakozhat egy kisebb adománnyal is ebbe a folyamatos bővülésbe. Azt reméljük, hogy 1-2 héten belül már 550 ponton fogjuk tudni menteni az élelmiszert minden nap. Hát reméljük akkor, hogy ezzel a beszélgetéssel is hozzá tudtunk járulni, hogy esetleg még további üzletek csatlakozzanak az önök kezdeményezéséhez, mert nagyon fontos munkát végeznek. Nagy György Andrásnak, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójának köszönjük, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm én is, minden jó. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Vujic Trutko hétfőn bejutott Kijevbe. Előző nap járt Bucsában, Irpinyben, folyamatosan dokumentálja az orosz-ukrán háború nyomait és tudósít a helyiek állapotáról. Élőben kapcsolunk Ukrajnába. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A vonalban tehát Vujic Trutko, aki most, ha jól tudom, akkor te Kijev környékén vagy, tehát Kijev megyében, Irpinyben tartózkodsz jelenleg. Jól tévedek? Így hívják, hogy kijevi terület, igen, Irpinyben vagyok, ezt úgy tessék elképzelni, mintha Budapest belvárosához képest Budaörsön lennék. Tehát mondhatjuk azt, hogy az agglomerációban tartózkodsz ilyen szempontból. Igen. Mik a tapasztalataid? Én követlek téged a Facebookon, látom folyamatosan a fotókat, kamerás emberek vannak itt, forgatni vagytok ott? Nem, ebben a pillanatban például a Baptista Szeretett Szolgálatnak a segély csomagja most érkezett meg ebben a pillanatban, úgyhogy éppen ezt pakoljuk fiammal, Vuzsolnai Barnabással, illetve Szilágyi Bélával, a baptistáknak a vezetőjével, illetve a helyi segítőkkel, most pakoljuk be a raktárba azokat a azt a segélyszállítmányt, amelyik most érkezett meg. Csak akkor közben azért ilyen tudósítói feladatokat is ellátsz alapvetően. Ami számomra nagyon erős fotó volt, az, hogy feltöltöttél a Facebook oldaladra egy olyan képet, amin az látható, hogy egy templomtorony és egy tanknak a csöve látható rajta. Ez a fajta kettősség jellemzi most az országot? A kettősség az teljesen egyértelmű, tehát mondjuk Kijev belvárosába be lehet ülni egy kávézóba, de ha kávézóból kinézel, akkor ott vannak a tankcsapdák, ott vannak a szöges drótok, ott vannak a homokzsákok. Teljesen más Kijev, és ez a fajta, tehát én Kijevben voltam tegnap, a fotó, amit föltöltöttem a Facebook oldalamra, láthatják ott, az az egyik belvárosi téren készült, ahol
elrabolt, illetve megsemmisített orosz tankot mutatnak egy gyönyörű szép templom előtt, és ez gyakorlatilag egy ilyen bizarr turista látványosság, vagy egy ilyen bizarr kiállításod, amelynek az emberek szelfizgetnek, meg készítik a felvételeket. Ugyanakkor én, ahol most vagyok, illetve tegnap voltam, itt a városoknak nagyjából a jelentős része hiányzik. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy Irpényben, ahol én most pakolok, innen körülbelül 30 méterre van az az utca, ahol maga a frontvonal volt, hiszen Irpény volt az egyik első, amit az akkor még tervezett, vagy nagy valószínűséggel tervezett Kijev elleni blokádnál megszálltak az orosz erők, és ide 30 méterre van az az utca, ahol felvonultak a tankok, és például Bucsában, vagy más településeken, ahol itt voltunk, itt úgy képzeld el, hogy a város egy részében laknak, vagy a ház egy részében laknak, a másik része pedig effektíven nincsen meg. Úgyhogy ez egy borzasztó nagy kettőség. Ezeken a településeken egyébként, tehát nem egyen, nem kettőn, elképesztő bűz van, mert gondolom én a megsemmisült épületekben valami maradhatott, ami most oszlik, és hát brutális emberi szaglással szinte földolgozhatatlan bűz árad mindenhonnan. Említetted ezt a beül az ember a kávézóba, hogy milyen ilyen szempontból az élet? Ugye mondtad azt, hogy itt van ez a fajta kettőség, hogy az embernek egy panelháznak mondjuk a felét ledurrantották, de a másik felében még élnek, teregetnek, dolgoznak, tanulnak, tehát folyik az élet valamennyire. Hogy ez ilyen szempontból van, hogy az emberek beülnek a kávézóba. Miről tudnak egyáltalán egy megtámadott háborús országba beszélgetni, vagy hogy lehet, hogy nem ezen gondolkodnak folyamatosan? Ó, hát ez figyelj, ennek a komoly szakirodalma van. Hát mi Szarajevóban a föld alá diszkóba jártunk annak idején, amikor 1294 napig körbe volt véve a város, és lehetett kapni a legmárkásabb sört is, úgy a tojás mellett, igaz horroráron, de lehetett. Ilyenkor van egy föld alatti élet. Egy háborúban az első áldozatnak a nevét megjegyzik, lehet, hogy a másodikét, harmadikét is, de a tízezredikét már nem. Ezért akkor, amikor az első légiriadó fölharsan, akkor, amikor az első golyót kilövik, akkor mindenki megretten, megdöbben, atyaisten, és utána valamilyen módon akklimatizálódik, ha lehet ezt a szót használni, hozzászokik ahhoz, hogy ezek a hétköznapok, ezek a mindennapok. Úgyhogy természetesen tegnap egy olyan pékségben vettem kiflit, effektíve le volt bombázva, de úgy nagyjából még létezett az eladótér, és az eladóteret valamilyen módon átalakították. Bizarr módon egyébként a szembelévő diszkót úgy hívták, hogy White House, tehát Fehérház, és ott abban a pékségben, abban a lebombázott pékségben vettem két kiflit. És hogyha már említetted a kifliket, a termékeknek meg így az ellátás az hogyan működik most? Tehát a boltokban vannak áruk, nincsen áruhiány, mindent ugyanúgy be lehet szerezni, mint a háborút megelőző időszakban? Benzin és üzemanyag szinte egyáltalán nincs, illetve úgy van, hogy például az egyik benzinkuton megsukták, hogy a következőn van. Egyébként ez egy, elmeséltem már az ATV-ben, de talán a rádióhallgatók még nem hallották, én egész életem egyik legbizarabb állását, vagy pénzkereseti lehetőségét találtam meg, az úgynevezett bérsorban állót. Amikor kialakul a 100 méteres sor, akkor valaki kocsival beáll a legvégére, megy, amikor már csak hárommal van a vége előtt, tehát 10 perc múlva sorra kerül, akkor odaszól valakinek, aki megérkezik, kifizeti a 2500 forintot, és beáll helyére a sorba, mert neki meg nincsen ideje sorban állni. Szóval termékek itt legalábbis vannak, az árak nagyon magasak, só egyáltalán nincs, miután az egyik sóbányát, illetve sófeldolgozót és raktárüzemet lebombázták, a sónak nem világpiaci, hanem hiperszónikus ára van, tehát hogy azért ez egy háborús gazdaság, és annak ellenére, hogy itt mondjuk néhány nappal ezelőtt ugye volt rakétatámadás, de nincsen most aktív háború, ennek ellenére minden jelét az égvilágon érzik, hogy ez egy hadiállapot. Nyilván a rádió az nem egy videó műfaj, de ha most kitenném videóra a telefonomat, és látnák a kedves hallgatók, hogy hol állok, hát nagyjából több tonnányi segély között állok, és ami itt van előttem, azt mondja, hogy száraz élelmiszer, tészta, babaápolás, pelenka, tehát ezek mögött között, a csomagok között állok, tehát tömegével érkeznek a segélyszállítmányok, hiszen nyilvánvalóan, hogyha megsebződik egy gazdaság, hogyha lezáródnak az utak, hiszen hogyha nem mennek a kamionok, nem mennek a teher
vasúti járművek, akkor bizony hiány lép fel meg annyi helyen. Hát sok szempontból még itt is ugye az infláció, meg ugye a háború következtében azért sokszor vannak problémák, hát milyen lehet még ott, ahol tényleg aktívan dúl ez az egész konfliktus. Most te tovább indulsz valamerre? Mik az elkövetkező napokra a terveid? Nos, azt hadd mondjam el neked, hogy különös misszióban vagyok, és még egy dolgot hadd meséljek el a korábbi kérdésedre választadva. Itt nem is feltétlenül elsősorban a kenyére meg a tejre van nagyon sokaknak szüksége, hanem pszichológiai segítségre. Tehát például a Baptista Szeretett Szolgálat, akinek a vezetőjével 22 éve ápolok, gyakorlatilag nagyon mély barátságot is itt van velem, Szilágyi Béla. Szóval ő vele az összes beszélgetésen szó esett arra, hogy nagyon sokan vágynak valamiféle jó szóra, lelki támogatásra, mert egészen elképesztő az, hogy ugye, hogy Magyarországon vagy a világ bármely részén, amikor megkérdezik, hogy mikor lesz vége a háborúnak, akkor nincs az a szakértő, aki ezt most megmerné mondani, megmerné tippelni, és ez egy depresszív hangulatot szül. Tegnap ugye Luhansk megyét elfoglalták az oroszok, ez kikerült az ukrán közigazgatás alól, nyilvánvalóan valamiféle depresszív hangulatot hozott az itt élők számára, aztán van olyan város, ahonnan költözködnek ki, mert félnek, hogy ők a következők, és ez a fajta bizonytalanság olyan emberek számára, akik nem éltek meg háborút, borzasztó depresszív tud lenni. Én most itt maradok, most ahogy letesszük a telefont, nagyjából ha jól látom, akkor hogy 3-4 órán át pakolni fogok segélyeket, utána pedig elmegyünk ismét Bucsába, és elmegyünk egy olyan településre, ahol a Béláiknak, tehát a Baptista Szeretett Szolgálatnak, illetve a baptistáknak az egyik legnagyobb közössége van, hiszen itt most a vallási szervezetek, az egyházak, a gyülekezetek nem csak és kizárólag gyülekezetként funkcionálnak, hanem közös csapatként, ugyanúgy, ahogy egy foci csapat beállt pakolni, úgy a gyülekezet is gyűjt, segít. A gyerekeknek megpróbálnak ilyen-olyan valamilyen nyári tábort szervezni, hogy legalább minimálisan megpróbálják őket kiragadni a borús háborús hétköznapokra való gondolkodásból. Tehát ez van, és utána, amikor elindulunk hazafelé, akkor én megállok Kárpátalján. Ugye ott van az én szívügyem, a Pulzus Rádió, az a rádió, amelyiknek a műsorvezetője voltam néhány hónappal ezelőtt, hogy mert nem maradt más műsorvezetőjük, és akkor onnan megyünk Budapestre, Béla indul tovább az Egyesült Államokba, én pedig maradok, és próbálom megszervezni azt, hogy minél több rászorulóhoz eljusson a segítség. Nagyon-nagyon fontos elmondanom, én ilyenkor és ebben a pillanatban engem nem érdekel, kinek mi a nemzetisége, mi az anyanyelve, mi a vallása. Próbálunk meg segíteni mindenkinek. Egy tapasztalatot még hadd osszak meg veled, hogy én oroszul beszélek, tehát én jól beszélek oroszul, de nem beszélek ukránul. És mivel én itt angolul beszéltem az emberekkel, de aki nem tudott angolul, hát egyetlen megpróbálom oroszul, lesz, ami lesz, hát látják, hogy külföldi vagyok. Semmilyen negatív mondat nem érkezett, vagy semmilyen negativitás, vagy hagyd abba, vagy ne beszélj ezen a nyelven, hanem aki tudott oroszul, az kiválóan válaszolt nekem oroszul, itt Ukrajna kellős közepén, szóval, hogy ez a fajta emberiesség azért működik. Trutkon, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, jó munkát kívánunk nektek, és hát vigyázzatok magatokra, meg egymásra is. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és egyetlen egy mondatot engedj még nekem meg a legvégén. Tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik így úgy értékelik a háborút. Tudom azt is, hogy nagyon sok tavaly még virológus, most éppen fegyverszakértő, vagy pedig biztonságpolitikai szakértő lesz. Nincs is ezzel semmi gond, vélemény szabadságban, mindenki elmondja saját véleményét. Én azért vagyok itt, és higgyék el, hogy ez gyakorlatilag életem mozgató rugója, és ez a legfontosabb. Egyetlen édesanya sem azért szül gyermeket, hogy utána a sírja fölött zokogjon. Egyetlen édesapa sem azért neveli a kicsiét, hogy utána virágot vigyen a sírjára. Ez az egyetlen mozgató rugom, semmi más. És ezért ez a háború, ez minden oldalról, minden létező oldalról védhetetlen. Nincs az az ok és indok, hogy kisgyerekeket kibombázzanak a házukba, hogy valakiket meszes gödörbe dobjanak tömegsírba. És itt vagyok az egyik legnagyobb tömegsír mellett, néhány kilométerre van tőlem Bucsa. Tehát lehet értékelni így is, úgy is, fotelből is, számítógép elől is, mindenhol. De hogyha majd legközelebb értékelik, akkor csak ezt az egy mondatot vegyék figyelembe. Nincs az az édesanyja, aki azért szül gyermeket, hogy utána eltemesse.
Igen, köszönöm, hát sajnos ezt a tendenciát én is látom például a te Facebook oldaladon, a komment szekcióban. Reméljük, hogy tényleg a virológusokból átvedlett külpolitikai szakértők egy kicsit visszafogják magukat. Jó munkát és kitartást nektek! Köszönöm szépen, jó egészséget és szép napot a Spirit FM összes hallgatójának! És hát akkor meg is köszönjük önöknek a figyelmet, tartsák meg továbbra is a jó szokásokat, és hallgassák továbbra is a Spirit FM-et, mert most következik a Bistro Lampi Ágnessel, ott is kiváló témákról lesz szó. Köszönjük szépen, hogy itt voltak!